Kedves szülők, itt az ősz, és szeretném ezt az évszakot minél sokoldalúbban megismertetni, sokoldalúbban és játékosabban megismertetni gyermekükkel. Lássuk, mire készülhetünk most. Először is évszakkockával fogok játszani a gyerekekkel, amellyel évszakkimit tudott fogunk játszani, valamint őszi énekeket fogunk énekelni, verset fogunk mondani a gyerekekkel, amelyeket az óvodából ismerhetnek, ez azért lesz érdekes, valamint gyümölcsöző nevű játékot hoztam a gyerekeknek, amelyet szintén fogunk játszani, illetve őszi kreatívkodást is szeretnék belevinni ebbe a kis foglalkozásba. Nagyon fontos, hogy ezeknek a játékoknak mindegyikével tanulási képességeket fejlesztünk, mégpedig olyan tanulási képességeket, amelyek az iskolai érettség megszerzéséhez nagyon fontosak, tehát az érzékszervi megtapasztalástól kezdve, a finom motorika, grafomotorikán keresztül, az évszakok ismereteig, tényleg minden lesz benne. Az évszakok pedig azért is nagyon fontosak, mert ezt tudnunk kell, ezt már egy másik videómban egyébként elmondtam, hogy az évszakok köré rendeződik az összes iskolai, általános iskolai tevékenység, tanórák, tehát már csak ezért is nagyon hasznos lesz, és nagyon fontos lesz ez a foglalkozás, amelyet szeretettel ajánlok az önöknek is a figyelmébe, illetve a gyerekeknek. Kedves barátom, évszak kimit tudott fogunk játszani, amelyet ezzel az évszak kockával fogunk játszani, mégpedig úgy, hogy én dobni fogok neked valamilyen évszakot, és arról az évszakról fogok mondani neked szavakat, és neked pedig ezekről a szavakról kell kitalálni, hogy vajon milyen évszakot dobtam. Ha viszont ezt a piros pöttyöt fogom dobni, akkor arra foglak kérni, hogy sorold el a négy évszakot szépen egymás után. Ha ezt a kék pöttyöt fogom dobni, akkor arra foglak kérni, hogy nevezd meg, hogy milyen évszak van most. Kezdhetjük? Hát persze, hogy kezdhetjük. No, akkor már is dobok egyet. Elsőnek egy olyan évszakot dobtam, amelyről a következők jutottak az eszembe. Figyelj! Nagyon hideg van, gyakran esik a hó, gyakran jég van, olyankor lehet korcsolyázni, vagy ha hó van, akkor szánkózni, síelni, hóangyalt csinálni, hóembert építeni. Ilyenkor a fák egészen lekopaszodnak, és ilyenkor kell nagyon vastagon felöltözni, hogy ne fázzunk. Például föl kell venni vastag kabátot, sapkát, sálat, kesztyűt, vastag béle, csizmát, és még egy anorák is jó szolgálatot tehet. Még egy dolog eszembe jutott ezzel az évszakkal kapcsolatban, egy ünnep, amit úgy hívnak, hogy karácsony. És még egy nagyon fontos dolog, madáretető, hogy a kis barátaink éhen ne halljanak. Melyik évszakra gondolok, melyik évszakot dobtam? Bizony, a telet, nagyon jól gondolod, a telet dobtam. És most jöhet a következő dobás. Aha, ez egy évszak, megint egy évszak, egy olyan évszak, amikor már egy kicsit melegebb van, mint télen, nem nagyon, csak egy kicsit van melegebb. Ilyenkor van, hogy már a kislányok szoknyában járnak, a kisfiúk már kicsit rövidebb nadrágban, nem egészen rövid, de kicsit rövidebb nadrágban, illetve például a természet is ébredezik, éled, például rügyeznek a fák, a bokrok, olyan virágok is kibújnak a földből, mint a hóvirág, az ibolya. Ilyenkor
ehetjük a nagyon finom epret, illetve még eszembe jutott egy ünnep is ebben az évszakban, a húsvét. Melyik évszakot dobtam vajon? Így van, a tavasz dobtam. Nagyon ügyes vagy, meg is mutatom. Ezt dobtam. Jöhet a következő dobás? Jó, már is. Ez is egy évszak. Ez egy olyan évszak, amikor nagyon-nagyon meleg van, és gyakran elmegyünk strandolni, napozni, elmegyünk nyaralni, a fák is zöldelnek, mégis a bokrok is zöldelnek, ilyenkor érik a kukorica, a búza, illetve a dinnye, és még egy nagyon finom étel eszembe jutott, egy finom, frissítő étel, édesség, a fagylalt is. Na vajon, melyik évszakra gondoltam? Ja, és ilyenkor lehet fölvenni például a fürdőruhát, illetve a lábunkra szandált is. Na, melyik évszakra gondoltam? Nagyon ügyes vagy, innen hallom, a nyárra. Szuper. Na, jöhet a következő dobás. Aha, ez egy pötty. Kék pötty. Légy szíves, mondd el nekem, hogy milyen évszak van most. Már hallom, hogy mondod, hogy ősz. Nagyon jól gondolod. Most pedig dobok még egyet. Aha, ez egy évszak. Egy olyan évszakot dobtam most, amelynél színesek a falevelek, lehullanak a fáról, gyakran esik az eső, bizony előfordul, hogy fúj a szél, már egy kicsit hidegebb van, de azért nem nagyon, csak már egy kicsit hidegebb van, hűvösebb van. Ilyenkor van az, hogy fel kell vennünk, már nem elég a szandál, föl kell vennünk a félcipőt, föl kell vennünk a pulóvert például, és ebben az évszakban kezdődik az óvoda, vagy a nagyobbaknak az iskola. Na, vajon milyen évszakot dobtam? Nagyon ügyes vagy, bizony, az őszt. Jöhet az utolsó dobás? Aha, ez egy piros pötty. Szeretnélek megkérni, hogy sorold el szépen sorban a négy évszakot. Tavasszal kezd. Na most együtt is, tavasz, nyár, ősz, tél. Nagyon ügyes voltál, sokat tudsz az évszakokról. A most következő játékunk címe Gyümölcsöző, gyümölcsöző, ami úgy jutott eszembe, hogy elmentem a piacra, és ott csodálatosabbnál csodálatosabb őszi gyümölcsök mosolyogtak rám. Így például meg is vásároltam belőle néhányat, meg is mutatom nektek, elhoztam nektek egy szép, fürt szőlő. Látjátok, itt a szőlőszemek, zöld szőlőszemek, egyébként ezek lehetnek lilák is, ezek a szőlőszemek, a fürtökön lógnak, illetve nagyon finom, édesek. És hogyha alaposan megmossuk őket, akkor nagyon finomat lehet belőlük enni. De ebből készítik például a bort, a mustot, és csodálatosan finom ez a gyümölcs. Az a lényeg, hogy mindig alaposan meg kell mosni, mielőtt megennénk. Mit vásároltam még a piacon? Hát először is egy mosolygós piros almát, ami látjátok, pontosan elfér a tenyeremben. Elmondom róla, hogy sima tapintású, egy kicsit puha, nem nagyon, csak egy picit puha, hogyha megnyomjuk, illetve nagyon finom, zamatos az íze, édes és zamatos, ropogós, amikor beleharapunk, nagyon finom, én nagyon szoktam szeretni.
minden nap eszem belőle egyet. Illetve milyen gyümölcsöt választottam még nektek a piacon? Például egy kék szilvát. Kék szilva, amiről ugye azt lehet elmondani, hogy kisebb, mint az alma, ilyen kicsit hosszúkás formája van, sima tapintású a héja, és a közepében van egy mag, és nagyon-nagyon finom édes. Illetve még egy fontos dolog, hogy például a gombóc közepébe bele szokták rakni a szilvát, és abból lesz a nagyon finom szilvás gombóc. Még egy őszi gyümölcsöt vásároltam nektek, amit úgy hívna, hogy dió. Az a dió, elmondom róla, hogy mit lehet róla tudni, kicsi, érdes tapintású a héja, kemény, barna színű, és hogyha nagy nehezen sikerül megtörni, akkor benne van az a dióbél, ami nagyon finom, így simán is meg lehet enni, illetve süteménybe is lehet tenni, hogyha például ledaráljuk. Na, ilyen gyümölcsöket vásároltam nektek a piacon, és most ezeket a gyümölcsöket, a szőlőt, az almát, a szilvát és a diót beleteszem az évszak tarisznyámba, és ebből fogok húzni. Úgy húzok belőle, hogy nem mondom meg, meg én sem tudom, mert nem látom, hogy milyen gyümölcsöt tapintok, csak elmondom róla, hogy mit érzek. Ez egy pontosan egy tenyérbe való gyümölcs, gömbölyű, piros színű, ropogósra lehet harapni, finom, édes, és egy kicsit puha, nem nagyon, csak egy kicsit, hogyha megnyomjuk. Na, melyik gyümölcsöt fogtam meg? Én azt gondolom, hogy egyre gondolunk az almát, nézzük meg. Az alma, így van. Belenyúlok megint az évszak tarisznyámba. Lássuk, hogy milyen gyümölcsöt fogtam meg. Hát ez egy fürtös gyümölcs, fürtös. Emlékezetem szerint zöld színű bogyók vannak rajta, ilyen sima tapintású kis bogyók vannak rajta, nagyon finom édes, alaposan megmosva meg lehet enni nyersen, illetve lehet belőle készíteni bort és mustot is. Na, milyen gyümölcsöt fogtam meg, kitaláltátok? Szerintem mindannyian kitaláltuk. Ki is veszem a tarisznyából. A szőlőt. Nagyon jó. Hogyha erre gondoltál, akkor nagyon ügyes vagy. És most jöhet a következő gyümölcs, ami kisebb, mint az alma, egészen kicsi, barna színű, kemény, érdes tapintású, megdarálva a belsejéből, megdarálva lehet készíteni süteményt, illetve nyersen is lehet enni, és nagyon-nagyon finom. Melyik gyümölcsöt fogtam meg? Nagyon ügyes vagy. A diót. És most még egy gyümölcsöt fogok megtapintani az évszak zsákban, évszak tarisznyában. Egy olyan gyümölcsöt, ami kisebb, mint az alma, kicsit hosszúkás, sima tapintású. A közepében, emlékezetem szerint a közepében van egy mag, és a gombóc közepébe szokták tenni, de nyersen is meg lehet enni, mert nagyon finom édes. Na, milyen gyümölcsöt húztam a tarisznyából? Bizony, a szilvát. Eltaláltátok? Ügyesek voltatok. Eszembe jutott egy dalocska, amit eléneklek neked, és szeretném, hogyha kitalálnád, hogy ez melyik évszakról szól.
Hely a sályi piacon, piacon, almát árul egy asszony, jaj, de áldott egy asszony, hatót ad egy garason, garason. Na, melyik évszakról szól? Így van, az őszről, mert egy őszi gyümölcsről, az almáról szól. Képzeld el, hogy ehhez a kis dalhoz készítettem egy almacsörgőt kiüresedett sajtos dobozból, amit lefestettem pirosra, és amikor megszáradt, akkor kivágtam és felragasztottam rá egy zöld levélkét, ebből lett az almacsörgő. Biztosan kíváncsi vagy rá, hogy mi van a belsejében, mi csörög olyan szépen. Hát elmondom neked, hogy pisztácia magokat tettem bele. Te is elkészítheted a saját kis almacsörgődet, így ahogy elmondtam, és most pedig énekeljük el együtt, és közben csörgőzni is fogok, úgy vidámabb. Hely a sányi piacon, piacon, almát árul egy asszony, jaj, de áldott egy asszony, hatót ad egy garason, garason. Hogy az alma? Egy garas. Ki vesz meg? Na, egy olyan anyóka vesz meg, évszakanyóka, akinél jellemző, hogy ebben az évszakban érik az alma, a szilva, a dió, a szőlő, ebben az évszakban bizony sokat esik az eső, fúj a szél, emiatt sokszor esernyővel kell járni, ebben az évszakban kezdődik az óvoda, az iskola, és még egy nagyon fontos dolog, ebben az évszakban hullanak a színes falevelek a fákról. Na, melyik évszakra gondolok? Így van, megint az őszre gondoltam. Nagyon ügyes voltál. Régóta izgat, hogy vajon ki lakhat a dióhéjban. Erről szól egy kis versike, amit szerintem már ismersz az óvodából. Csóri Sándor, Dióbél bácsi. Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhat ott bárki, csak Dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva előmászik vén Dióbél bácsi, csak a szádat tást ki. És te is, hogyha Dióbél belet látsz, akkor egyél bátran, mert nagyon finom és nagyon egészséges őszi gyümölcs. Most következik a szőlővarázslat. Ilyen csodálatos szőlőfürt képet fogunk elkészíteni. Pisztácia héjak, megfestett pisztácia héjak felragasztásával. Nagyon fontos dolog, hogy mielőtt elkezdenénk a munkát, ugye először is azt kell csinálni, hogy a pisztácia héjakat megfesteni zöldre vagy lilára, és ezt szépen száradni hagyni. Amíg ez a tempera festék megszárad rajta, addig elkészíthetitek a szőlőfürtök levelét. Megrajzoljátok, temperával, zöld temperával kifestitek, és már is készen van a szőlőfürtöknek a levele. Ezek után, ha már megszáradtak a pisztácia mag héjai, akkor felragasztjátok, egyszerű papírragasztóval mindezeket a szőlőfürt szerűen a képre, és már is kész az őszi szőlővarázslat. Kellemes őszt kívánok nektek! Sziasztok! És ha tetszettek ezek az őszi játékok, akkor megköszönöm, hogyha nyomnak egy lájkot erre a videóra, és ha még nem tették meg, iratkozzanak föl erre a csatornára, érdemes. Köszönöm a figyelmüket!